Hello mindenkit, viccelek és az UVF, azaz rakosztam videóztam feltettem. És ez pedig itt a viccelek vs. tekir bemutató sorozatomnak 23. vagy 24. része, már nem tudom pontosan, amelyben egy eléggé fontos dolgot fogunk elkészíteni. Ugyebár, mint az inventoriumban láthatjátok, egy picit előkészültem, magyarosan ugye ígértem is, a napelemes dologra. Ha minden igaz, akkor az összes dolog megvan nekünk, amihez kelleni fog. Remélhetőleg legalábbis nem felejtettünk el semmit. És egy eléggé fontos dolog ez az egész, és hogyha ezt elrontom, akkor az picikét rosszul jönnek, ugyanis megvan rá az eső, hogy esetleg nem kapom vissza az kellékeket, mondjuk például a napelemet, vagy a transformert, vagy akármit, úgyhogy ezt most odafigyelve kell nem csinálni igazából, hogy minden jól működjön. Szóval beteszek egy... Jó, nem, most inkább nem teszek be semmit, mert pont le fogjuk szedni a napelemeket. Szóval kiszedünk pár dolgot, ami nekünk kell. Branch mindenféleképpen. Igen, a csákány az még töltődik, de most egyelőre ezt is kiszedjük. És akkor megindulunk kicsikét fölfelé. Esetleg megnézzük ez hogy áll. Hát igen, ez tele van. Akkor ez miért megy? Akkor azt mondom, hogy leszívjuk egy picikét a jetpackkel. Hogy akkor legalább nem is lesz ebbe fölöslegesen. Mert ezt elvileg most el fogjuk... Tehát ezt most elvileg le fogjuk szedni, és akkor ezzel együtt el fogjuk veszíteni az összes energiát is belőle, vagy áramot, mert ez igazából áram. Jó, rendben, tökéletes. És akkor most ez a rész, ezeket innen le kellene bontani. Mondjuk ezzel gyorsabb. És ezeket pedig azt hiszem ilyennel kell kiszedni, ugye? Nézzük csak meg. Na. Ki akarok menni? Ja, nincs nálam jetpack. Na, vedd fel. Oké, ezt gondolom. Hova lett a 64? Mi van? Várjatok. Ja, jó, ide feltettem. Már megijedtem, hogy eltűntek. Lord. Ezeket is leszedjük. Így, eddig nagyon jó. Király, mindet visszakaptuk, bár elvileg erre meg is volt a maximális esély, ha minden igaz. És akkor most jön az a rész, hogy ez ugye még tele van egy csomó energiával. Úgyhogy ebből kellene valamit kezdeni, bár nem tudom mit. Na mindegy. Most jön az a rész akkor, hogy nincsen a építőblokk, úgyhogy még lemegyünk érte. Mert piciket ki kell alakítgatni ezt a területet, meg így minden. Valami helyet viszont egy generátort kaptam. Az egyiket elvileg nem kaptam meg, ugye? Ja, pontosan. És minden igaz, csak is egyet rontottam, ugye? Mindjárt kiderül is a kraftolásból. Tehát össze is dobjuk akkor a dolgainkat, ami nekünk ez kell. Nagyon-nagyon sok szolárpanel, ugyebár. Azt hiszem, előző részben, mint hogyha... Igen, már tudom. Előző részben kicsikét elszámoltam magamat, és utána néztem. Kiderült, hogy igazából nekünk egy jól működő queryhez legalább 11 darab, pontosabban nem, legalább 10 darab loft szolárpanel kell. Viszont ugye nekünk itt még van egy pici háztartásunk is, tulajdonképpen nevezhetjük így, úgyhogy az még kell pár. Így végül is 11 darab loft szolárpanelhez elegendő dolgot szedtem össze, de mint kiderült, most ezt így elfelejthetjük, mert hogy pár szolárpanelt elbuktam ezek szerint. De nem csak egyet. Ugye? Igen, csak egyet buktam, úgyhogy egyet kell újra készíteni. De még nem vettem fel a bedboxunkat, úgyhogy még van rá esély, hogy meg tudjuk craftolni esetleg még egyszer. Mondjuk ugye kell nekünk alapból is machine block, akkor abban már rögtön kettőt, mert már még kelleni fog egy másik dologhoz is. Ja, így. Igen. Jó, ez már is megvan. Mi kell hozzá? Még cold dust, egy darab van. Igen, ez már régóta itt volt. És akkor ebből már csak kettőt kell, ezt macerálni kell, ugye? Ja, igen, hol, oké, nem csarkol. Akkor ezt majd szépen kimacerálja. És akkor még kell ehhez nekünk áramkör, tényleg, azt még mindig elfelejtem, az kell redstone is. Meg kábel esetleg, hogyha valahol lenne. Az van. Nincs. Ja, itt van. Bár nem tudom egyébként, hogyan került ide, de mindegy. Akkor ezt megcsináljuk így. Jó, tökéletes. És innen még szedünk, azt hiszem, 4 darab redstone-t, mert ugye minden igaz. Ezt így kell csinálni, de majd mindjárt kiderül, hogy esetleg mégse lenne jó. Ó, és elsőre eltaláltam, az ez is ritka. És kell nekünk üveg is valahonnan, ugyebár. De az nekünk természetesen nincsen, vagy legalábbis nem találtam. Viszont akkor kell egy ilyen szitérő dolog is. Hol van? Mondjuk egy kő kell valahonnan. Hát, vagy föld az is megfelel, mondjuk. Akkor az lesz, hogy ebből csinálunk szépen egy üveget. Jó, ezt ide betesszük, és ez is megvan tökéletesen. Alszunk egyet, majd valamikor, de még nem. Szóval, visszamegyünk akkor, megnézzük, hát a készen van.
Úgy bizony megvan, tökéletes. És elvileg minden megvan nekünk, nem? Generátort ugyebár nem kellett ki. Tényleg, minek csinálta a machine blokkot? Na mindegy, ezt egy picikét elszámoltam, vagy legalábbis nem gondoltam bele. De nem baj, megvan akkor ez is. És össze kell lenne dobni akkor a low voltage-ot, vagy low voltage solar panelt. Így, tökéletes ez az. Egyébként egy darab machine blokk az még biztos, hogy kelleni fog nekünk, de majd a másodikat is felhasználom valamire biztosan. Oké, akkor vigyünk fel építőblokkot, mert kelleni fog, és azt hiszem egyelőre most ennyi az, ami fontos nekünk. Ez ugyebár, hát igen, még mindig eléggé tele van, de nem probléma. És akkor most kell úgy számolni, hogy minden tökéletes legyen. Például, hogy hol legyen. Nagyjából az elosztást már kitaláltam, hogy hogyan lesz. Hopp, így. Mi lenne akkor, hogyha esetleg így tennénk? Na jó, inkább nem nehezítjük a dolgunkat. Ezt elő. És csak az alsót kell leszedni. Szóval, ha így letennénk a kábeleket, erre körbe tesszük rá a dolgokat. Itt levezetjük, kell nekünk egy... Igen, kell nekünk még ugye a transformer is, annak is még egy hely. Akkor lehet ez lesz így, ezek szerint. Tehát itt ugye a kábel, erre rátesszük a dolgokat, itt mondjuk levezetjük. Transformer, MFI és egy szétosztó. Egy transformer, hopp. Így, ide lesz az MFI. Nem, még egy feljebb, elnézést. Azon gondolkozok, hogy jól jöjjön ki. Na, ezt tegyed már. Hogy jól jöjjön ki, így kellene beosztani, hogy még mindenek legyen helye. Mert ugyebár a query-t fogom ezzel működtetni legfőképpen, ami fontos. Szóval szerintem így lesznek körülbelül a dolgok. Rendben, akkor fel is megyek. Hopp, hát ezt nem így akartuk. Így, rendben. Oda is. És ide is. Bár pont, hogy kellett volna nekünk építőblokkot tenni ez alá, mert ugye a solar panelnek kellene. Na oké, itt vagyok, rendben. Szóval egyébként megint csak olyan fraps probléma volt, de szerencsére észrevettem időben, bár eléggé szembetűnő, hirtelen visszavillan a szín. Na mindegy, a lényeg az akkor, hogy ez így jó, ugye? Ez így jó nagyjából. Ide még fel. Így tökéletes. És akkor erre kellene letenni szépre a napelemeket úgy, hogy normálisan álljanak, tehát hogy ebbe a pozícióba, de elvileg mindenféleképpen így teszi le, ugye? Nem lehet fordítva letenni, gondolom. Tökéletes. És erre... Ne! Ne már! Azt hogy csináltam? A fenébe. Na várjatok, akkor ezt először is még lekapjuk. Így sorba. És akkor az lenne még a probléma, hogy... valami ilyesmit hallottam, hogyha Google-val szedem fel a dolgokat, akkor van esély arra, hogy nem kapom vissza. Vagy lehet, hogy pont A-val nem kapom vissza. Na mindegy, ezt most szerencsére visszakaptam, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Csak ugye 12,5%-os esély arra, hogy nem kapod vissza. De valaki írta, hogy akkor, hogyha állsz, vagy akkor, hogyha Google, azt már nem tudom pontosan. Így, de mindegy egyelőre. Oké, kajálunk egyet, és akkor ezek pedig elvileg mindenféle probléma ma nélkül működnek már is. Igen, pedig... pont jó helyen. Rendben. És akkor most jön az a lényege, hogy át kellene alakítgatni az áramot, ugye, mert ez lov, és ezt még vissza kell alakítani. Hát normális használata, vagy ne robbanjak fel a dolgok. Mondjuk, hogyha ezt mi letesszük, az még nem jó, mert ez a fajta rész, ez arra fék, hogy álljon. Tehát ezt be kell hajtani valahogyan. Így. Nem. Így. Így meg visszaadja. Na várjatok. Ezt úgy kell elvileg, hogy így teszed le. Akkor ez most itt van. És ugye ez nekünk nem fog működni, mert ebbe a három lyukba, vagy hát ilyen kis pöttynél kell, hogy legyen, az az áram, amit át akarsz alakítani, és ezek pedig az egypöttyösök, a kivezetők. Úgyhogy így ide állunk. Most viszont visszaadta, akkor próbáljuk meg inkább guggolva. Na, így most nem adta vissza, jól van. És ha minden igaz, akkor most itt a tetejénél van, csak hol nem tudjuk megnézni. Kockáztassunk, jó. Ah, király. Igen, és itt van tényleg. Vissza is kaptuk. És akkor ez így már működik is. Ez viszont pont szét fog kopni, úgyhogy inkább megelőzzük, gyorsan ezt visszatesszük. Oké. És akkor nézzük. Ez elvileg alakítja már át nekünk, úgyhogy már csak egy tároló dolog kellene, ami természetesen MFI lesz, mert az már sokkal jobb lesz nekünk. Viszont ahhoz eléggé sok minden kellene. Pontosan mi is? Azt tudom, hogy eléggé drága. Na, nem is annyira drága, ugye machine block, igen. Gyémántos dolog, energy crystal, az nagyon-nagyon könnyű. És akkor ez az, ami nekünk problémás, hogy kábelt kell készíteni, de hát az se nehéz. Ó, ezt ennyire egyszerű, akkor azt csináljuk meg gyorsan. Bár nincsen gumi, akkor még azt szedünk. És azt is akkor elintézhetjük egyúttal.
Igen, mennyi kellett nekünk? 4, ugye? Gondolom. Akkor ezt most úgy fogjuk megoldani, ezt innen kiszedjük, overclocket. Szerencsére még mindig itt hagytuk a bedboxot, hogy még van egy pici áram. Oké? És arra gondoltam, hogy egy picit inkább leállítom itt lent a termelést, mert hogy már tele leszek nagyon. És már semmi értelme nem lesz még annyira sem, mint amennyire most volt esetleg. És átlakította a restont is. Na mindegy. Ez így vajon most lagoltat? Inkább felszedem. Így. Hopp, és az is belemegy. Hú, még jó, hogy ezt nem lakítottát. Fúha. Egyébként írtátok, hogy ennek semmi értelme nem volt, megépítettem azt a bugot, de ezt már elmagyaráztam párszor, hogy ennek mi ugye a lényege, meg hogy miért jó nekünk. De, na mindegy, először is ezt szeretném most innen megszerezni. Tényleg ez háromszor annyit ad. Na jó, ezt el is felejtettem, semmi probléma. Még több van akkor. Szóval egy darab aranyrúd ugye, hogyha minden igaz és működni is fog. És tényleg megadta. Viszont ez még csak az egyszeresen szigetelt. De nekünk kétszeresen kell, úgyhogy akkor ehhez kell még egy gumi, akkor nem rontottuk el, pont jól csináltuk. Tehát, hogy még egyet rá kell tenni, és akkor így lesz az, ugye? Aha, jó, oké. Akkor ezt így meg is oldottuk. Kell nekünk ugye még redstone. Pontosan mennyi? Hát kb. Nem tudom, hogy mennyi. Na mindegy, ezt ide megnézzük. Mennyi? Egyébként egy darabhoz kell 8. És hány darab gyémánt kell? 4. Hát akkor elvileg 32 kellett volna csak, de most ez is jó lesz. Bár ezt így megfelezzük, és akkor már csak szét kell osztogatni, és ez így gyorsabb lesz. Ja igen, csak 4 darab, oké. Akkor nem számoltam el magam. És Energy Crystal, nagyon-nagyon jó. Machine Block, és elvileg minden megvan hozzá. Bár nem tudom, elfelejtettem, hogy hogyan kellett tenni, hát gondolom tök mindegy. Így. Ezt pedig így az oldalához. És MFI, nagyon jó, ez az. Szerencsére ezt is meg tudtuk ugyebár szerezni mindenféle fennakadások nélkül. És egyébként ugye írtam, hogy ennek a bugnak is azért volt lényegesebb szerepe, mert hogy ennek köszönhetően eléggé sok mindent elő tudunk majd állítani. Ugye mit láttátok ezt is, hogy mennyi sok napelemünk lehet. Meg például, hogyha belegondoltok, hogy van az atomreaktor, vagyis hát az atomerőmű, az is nagyon-nagyon sok minden kell és eléggé drága. Így egy sima tekintben nem is nagyon lehetne egyébként megoldani azt, hogy így azt elkészítsd esetleg, úgyhogy ezért is volt erre is szükség, ezt így még egyszer elmondom azért. Ó, és nagyon-nagyon gyorsan gyűlik is nekünk az áram. Tökéletes, nagyon-nagyon jó. Már csak össze kellene kötni, de itt még ilyen bénábbakat használtam, úgy látszik. Na, így. De ez is kapcsolódik hozzá? Ezek szerint igen? Jó, hát akkor ez így kapcsolódik hozzá, semmi probléma. Ugye azért kellett ezt, hogy az áramot azért nagyon veszítse el, de igazából tök mindegy, hogy lefelé nézzük. És nagyon-nagyon gyorsan telik, tényleg. Az eléggé szép. Akkor most már nagyon-nagyon sok overclocket is készíthetünk akár. Ez szép volt. Na rendben, megnézzük még egy-két dolgot, vagy egy queryhez mi kell? Körülbelül. Na ez nagyon könnyű. Kell hozzá sok fa. Igen, azt értem, gyémántság. Hát igazából csak fa kell hozzá, ami nagyon értékes. Ja, meg vas, tényleg abból is kell sok. Meg arany. Jó, hát azért könnyen el lehet téveszteni, de megoldjuk. Rendben, az van. És akkor sok fa is kell, ami még azóta is itt van, igen, emlékszem. Rendben, akkor próbáljuk is meg. Hány darab kerék kell nekünk? 2, 4, 6, 7. Ja, ezt egyszerűbb is lett meg kiszállni, hogyha csak azt nézzük, mennyi szlót más. Na ez akkor... ez 2. Ugye? Akkor elvileg mindenhova kell 7-et tenni, ugye? Ez pont nem 7 lett, de nem baj. És akkor ezeket kell szétosztani, ami már megint nem sikerült. De, oké, rendben. És kell nekünk még kő is. Mert hogy jó lesz az. Szóval ugye fokozatosan kell a kerekeket felfelé építeni, felfelé javítani. Egyes szinten ugyebár csak sima fa. Aztán lesz kő, és így tovább. És az összesnek köze van például a vashoz is, meg az aranyhoz is, csak úgy mondom érdekességből. Tehát, ezeket mindenféleképpen le kellene fedni kővel, mert ugyebár az összeshez kell kő. Aztán ezeket is, az összeset le kell fedni vassal, mert hogyha gyémántot akarunk, akkor az is kell vas, aranyhoz is kell vas, stb. És akkor most van az a része, hogy ezek vaskerekek, hármat megtartunk, négyet pedig át kell alakítani. Tehát, hogy... 4 helyett akkor ugye teszünk be vasat, ami pont kevés, úgyhogy még szedünk ki párat. Igen. 16 kell nekünk? Majd mindjárt kiderül. Bár igen.
Akkor négyet kell nekünk átalakítani. Aranyjá, ebből kettőt megtartunk, kettő pedig gyémánt. És láthatjuk is, hogy sikerült, rendben. Akkor kell nekünk még kettő bot, ugyebár csákánynak, és elvileg minden megvan a kverihez is. De azért megnézzük még egyszer. Ugyanis kell. Akkor már tegye is be nekem, az úgy egyszerűbb. Igen. Jó. Azért elég jól néznek ki ezek a fogaskerekek is. És egy darab redstone. Tökéletes query megvan. Illetve, hogyha már itt tartunk, akkor csinálhatnánk hozzá landmarkokat is, mert hogy azzal óriási nagy területeket is kibírnánk jelölni, hogyha azt szeretnénk. Úgyhogy szerintem készítünk is párat. Ahhoz kell aztán csak redstone fákja és lap is. Pontosan. Ebből kell nekünk, hogyha minden igaz, 3. Már van bot, de az még pont nem elég. Akkor ezt úgy fogjuk megoldani, hogy ebből csinálunk 3-at, és már csak lap is kell hozzá keresni 3-at. Nagyon jó. Ez szép lesz így. Oké, akkor ezt betesszük, és kész is van landmark, amiben egyébként tényleg, hogyha minden igaz, elég csak 3, lehet, hogy 2 is. Na mindegy, ez így egyelőre megvan. Akkor kijelölünk a querynek egy helyet. Bár, várjunk csak, valami eszembe jutott. Igen. Ez a World Angkor. Ez is olcsó, oké. Hát legalábbis nekünk most már minden olcsó, mondjuk. Tehát ez a lényeg benne, hogy ha most leteszünk egy queryt minél távolabbra, ugye, hogy ne legyen annyira csúnya a helyünk, akkor ha távol tesszük, ugye bár ki fog töltődni ott a világ. Ah, de szép ott van a fent. Tehát ki fog töltődni ugye bár a világ, ami azt jelenti, hogy nem fognak dolgozni a queryk. Ezért van ez a dolog, ez a World Angkor, ami visszatölti a világot, tehát tulajdonképpen nem tud kitöltődni. És ezért így majd mindig fog nekünk dolgozni, úgyhogy ezt is mondjuk el kell készíteni. De egyelőre mi csak a területet fogjuk kijelölni. Mondjuk, érdemes víz közelébe ugyebár, mert azt hiszem, hogyha lávát lát, akkor elakad, vagy valami ilyesmi. De ezt mondjuk megoldjuk mindjárt. Tehát, nézzük, mondjuk. Nagyjából ez a terület így szerintem jó lesz. Persze, itt még van víz is, tökéletes. Na és akkor most a következő fontos lépés, hogy a landmarkokat egy vonalba kell elhelyezni, tehát hogy ezzel megegyező magasságba is, és ugyanabba a vonalba. Legyen minél távolabb, mondjuk így. Körülbelül, hát ez nem tudom, hogy hány blokk, mert nem számoltam, de azért mi menjünk párat. Amennyit csak bír, legyen akkor itt a vége, hogy ennyit egyáltalán tényleg bír. És akkor így egy hosszúságot is kell neki megadni. Ami körülbelül legyen, mondjuk, hát igen, azért ez is minél nagyobb, úgyhogy benne legyen a víz is. Várjunk ezzel egy blokkal, így, menjünk még azért. Kb. Így most egy vonalban lesznek, nem? Mindjárt kiderül. Így. Oké, most visszamegyünk, hogyha persze megtaláljuk, mert nem tudom, hogy hová tettük. Igen, ott van az egyik, akkor körülbelül ott van a másik, tökéletes. És akkor a lényeg az, hogy amelyikhez először, vagy amelyikhez utoljára, majd mindjárt kiderül. Tehát amelyik landmarkot először tettük le, elvileg ahhoz kell oda tenni a queryt, de pici helyet kell neki itt még szedni, hogy tudjuk ugye majd irányítani a dolgokat, hogy áramot belevezetni, meg ilyesmi. Úgyhogy ásult elő. Kicsikét körbeássuk természetesen. És mindjárt kiderül, hogy egyáltalán ide kell letenni, vagy sem. Oké. Megvan. Hát akkor nézzük. Aha, ide... Nem ide kellett. Megvan, azt hiszem, a probléma. Ezt nem ezzel kell felszedni, hanem csákánnyal. Ha minden igaz, akkor nem így kell csinálni, mert erre rá kell kattintani, hogyha minden igaz, jobb egérrel. Hát nem erre. Vagy lehet, hogy nem egy vonalban vannak. Még egyszer azért megnézzük. Most egyel feljebb lenne. Igen. Aha, ezt nem egy vonalba tettük le vele, ugye? Tehát, hogy nem ide kellene? Mindjárt kiderül. Elvileg ez az a vonal, amelyikbe kell tenni. Pontosan igen, egyel el volt számolva az egész. Akkor ezért nem működött. Jó, rendben, akkor még egyszer megnézzük. Hol volt? Itt volt, akkor ezzel egy vonalba letesszük ugye a másikat is. De igazából elvileg annyi a probléma, hogy az is egyen magasabban van. Na mindegy, akkor így. Igen, igen, igen. Vagy várjunk, ez most melyikbe volt? Igen, ezben a igazából ugye nehéz dombok miatt. Most még egy vonalban vagyunk vele. Igen. Tehát innen megyünk. Most egyel magasabban lenne.
Most melyik vonalban? Ebben. Igen, most már kettővel. Itt megint csak egyel. Itt már kettővel. Egyel. És itt elvileg pont jó lenne. Csak most melyikbe volt? Hűha. Szerintem ebben a vonalban, nem? Esetleg vissza tudunk rá zoomolni pont jól. Aha, igen. Ott volt. Itt így jött végig. Igen. Hű, de vakító. Szerintem akkor ebbe lesz így. Na, akkor vissza is menjünk, azért megnézzük még egyszer. 2, 1. Itt elvileg 2-vel magasabban. 1-jel. 0-val, jó. Akkor visszamegyünk megint csak, és megnézzük, hogy végre működik-e vajon. Először talán jobb egérrel kell majd rákattintani? Már nem emlékszem pontosan. Tehát, hogy mondjuk 4. Igen. Igen, azt kijelölted, de akkor ezek szerint még mindig nincsen vele egy vonalba. De nem értem, hogy miért. Pedig ezek egy vonalba vannak, nem? De, egy vonalba. Na mindegy, akkor picikét közelebb hozzuk, azt hiszem. De egyébként ez így. Tehát, egy blokk. Ez így az, amelyik szinten van. Most van egyel magasabban. És akkor ezt kell csak így végig sprintelni. 2. 1, 2, 1, és akkor ebbe a szintbe kell, hogy legyen. Jó, igen, tényleg egyel elnéztük ezek szerint. Ugye? Minden igaz, igen. 2. Most 2 blokkal van magasabban, tehát. Igen, most már csak 1-jel. Ez lenne itt a jó. 1 blokkal magasabb. 2-vel. Már csak 1-jel. És ez lenne itt a jó. Oké, akkor az lesz, hogy kiütjük az első fákját, letesszük újra, és elvileg működnie kell, ha pedig nem, akkor valami nem működik, ezek szerint. Na nézzük azért még utoljára, hát ha jó lesz. És nem lehet leütni. Hát miért nem? Nem lehet valamiért kiütni a fákjákat a fenébe. Na jó, akkor szerintem ennek még utána nézek, és legyen itt vége ennek a videónak, mert nem tudom, itt most mi a probléma. Úgyhogy legközelebb majd visszatérek. És akkor majd meglátjuk, esetleg mit számoltam el, vagy mit rontottam el. Akkor ezzel búcsúznék is. Sziasztok!